Most pedig Rastafari pasót látjuk, alias Rastát, bár lassan gondolkozunk rajta, hogy át kéne keresztelni Rackává, mert úgy tud kinézni, mint egy birka, bár most ez annyira nem látszik rajta, mert itt a nagy pancsolásban a Dunaparton egy kicsit így összeállt a szőre. De hát egy nagyon-nagyon mókás kinézetű kutyáról beszélünk, aki nagyon szeret pancsolni. Igazából valószínűleg most fedezi fel ezt a dolgot. Lehet, hogy Dóri is nem sokára megtanul pancsolni vele együtt. Egy kicsit szertelen még, és felugrálós, egy kis nevelés kell még neki. De egy nagyon-nagyon emberközpontú, nagyon barátságos, nagyon-nagyon megfelelni akaró. Mutasd magad! Most úgy néz ki, mint egy ázott űrge. Ázott űrge, jól... Igen. Most végre jól érzi magát a nagy melegben, lehűtötte magát a nagy szőre. Ajszőre nincsen, mint látjuk, azért nem, nincs ilyen nagy vastag alsó bundája. De hát nagyon jól áll ez neked. Nagyon-nagyon. Szia, mutasd a pofidat, szép barna szemeidet, okos barna szemeidet. Igen, nagyon fiatal még. Így max. 2-2,5 éves, ivartalanított, csippezett, oltott. És nagyon barátságos, és nagyon szerette egy új családot. Ugye, Rasta? Kutyákkal jól kijön, emberekkel is. Macskákra szerintem még nem teszteltük, mert nincs rá lehetőség. Rasta! És mint látjuk, lövésálló. Vagy legalábbis ostorálló. Semmi, abszolút meg se rezdent rá, hogy itten pattogtatnak a fejünk felett. Na, élvezed a vasárnapi vásárnapot? Jó ide kijönni, mi egy kicsit? Egy kicsit. Aha. Na hát, napi egy óra séta, kis hancúrozás a kertben, ez kell neked, ugye? Most már nem akarok vízbe menni. Most kifekszünk a napra száradni. Utána majd még csinálunk habos-babos képeket. Meg volt a tavaszi fürdés. Na, tehát ő Rastafari. Pasó. Pasó, imádok előnyben. Már csak egy ilyen zöld-sárga regi sapka kéne rá. De majd a madárijesztő versenyre benevezzük. Abszolút odavaló. Tehát nagyon különleges.